A Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft. Közös szervezésében az MKOS által akreditált kosárlabda edző továbbképzésnek ad otthont a Continental Arena. A nyíregyházi helyszínnel többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozó edzőknek is szeretnének kedvezni, hiszen eddig a legközelebb Szolnokon lehetett megszerezni az akkreditációs pontokat. További cél, hogy minél több testnevelő tanárt, edzőt támogatni tudjanak abban, hogy csapatokat szervezzenek a saját iskolájukban vagy a településükön, ehhez pedig szeretnének minél több segítséget megadni az érdeklődők számára. Kosárlabda is, mint minden sportág, folyamatosan fejlődik, és éppen ezért a saját kreativitás mindenképpen szükséges ahhoz, hogy eredményes legyen, és mindenképpen ki kell találni új ötleteket is. Éppen ezért én kicsit nem azt mondom, hogy félek egy előadástól, kicsit tartózkodó vagyok, mert egy előadás során, amit mondjuk majd én fogok tartani, a saját szemszögemből próbálom bemutatni azokat a dolgokat, amiket alkalmazunk, és természetesen mindenki gondolhatja másképp. Az a jó, ha valaki egy kicsit lázadó is, és megpróbálja a saját elméleteit, vagy a saját ötleteit beépíteni, és úgy gondolom, hogy akkor léphet előre a sportág. A képzést július 15-én és 16-án tartják. A két nap alatt többek között szó lesz a Nyíregyházi Sportcentrum felépítéséről, szakmai beszámolókról, ezen kívül a mozgásminták és a stabilizáció fejlesztéséről, de az erőfejlesztésről is. A korosztályos válogatottaknál dolgozó szakemberek közül Pető Ákos, Jakab Máté, Gál Attila, Sitko Ernő, Tarnóczi Zalán és Farkasinszki Gábor tart előadást.